A műsor támogatója a Mastercard. Elkezdesz azon gondolkodni, hogy hol vagyok én most, nem tudom, itt vagyok 39 évesen, ez a könyvespolcon, meg minden mással, ami így az életemben van természetesen az irodalom kapcsán, hogy hol vagyok én mondjuk Adihoz képest, meg József Attilához képest, hogy Pininszki, és akkor végig lehet venni a polcot, Tandori. És akkor nyilván így leülhetek a sarokba, és mondhatom azt, hogy jó, hát ez, akkor majd nem tudom, keresek, elmegyek cipőfelső részkészítőnek, vagy ezt régen viccelődtünk vele. De hát nyilván az is van, hogy közben meg van ennek a dolognak egy olyan fajta ilyen magától értetődő része, amit meg a csinálás közben lehet szerintem egyrészt megtanulni is, meg megérteni is, és én abban bízom, hogy a maga idejében a Pininszki is, meg az Orbán Otto is, meg a Takács Zsuzsa is, meg a Nemes Nagy Ágnes, meg mindenki, az összes ilyen nagy klasszikus ugyanannyira bizonytalanok voltak. Simon Márton, költő, műfordító, szerkesztő, egy nemzedék karakteres, eltéveszthetetlen hangja, aki számtalan fiatalt vezetett vissza a költészethez. Korszakalkotó kötete az éppen idén 10 éves Polaroidok, amelynek óriási sikerét néhány éves hallgatás, majd 2018-ban a Rókák esküvője követte. Legutóbbi kötete, az Éjjel a konyhában veled akartam beszélgetni, talán a legszemélyesebb mind közül. 2021 tavaszán jelent meg válogatásában a 99 magyar vers című antológia, amelyben a magyar irodalom elfeledett költőire és költeményeire is szerette volna irányítani a figyelmet. A szerkesztés közben számos hatás érte nem csak őt, mint alkotó embert, hanem a költészetét is. Úgy véli, hogy versekkel bármit el lehet érni, mert a költők az univerzum titkos királyai. Közös könyvespolc, mert hogy Tóth Réka Ágnessel, a feleségeddel tavaly házasodtatok össze, úgyhogy azzal is kezdted, hogy elkezdted mondani nekem még interjún kívül, hogy melyik a te részed, meg hogy már vegyes, de nem csak, hogy közös könyvespolc, hanem már közös munka is van, ami itt van, ugye ezt közösen folytattátok a Lana Del Rey verseit. Kezdjük ilyen általános áttekintéssel akkor, ha már így felvezetted az interjú előtt, hogy akkor hogy szerveződik ez a könyvespolc? Például, amikor a két olvasó ember, két ráadásul művész ember találkozik, és mindenkinek rengeteg könyve van, akkor hogy juttok valami demokratikus álláspontra, hogy kinek hova kerül és melyik könyve? Ez hogy nézett ki? A kezdés az szerintem egy ilyen szkanderozásszerű, jó, de akkor melyik lesz az én polcom, és hány polc, ki hány polcot kap, és nekem van sokkal több könyvem, régen is nagyon sok könyve van, tehát ez itt ugye a könyvtárunknak a töredéke, de hogy én ne foglaljam el az összes helyet, ugye ezzel kezdődik, és aztán, hát én egy kicsit szerintem ebből a szempontból jobban rendszerezem a dolgokat, mint ő, de mit tudom, ez itt a japános könyveknek egy része, mondjuk szerintem azok, amiket én kimondottan szeretek, meg itt nem szakdolgozati szakirodalmak, amiket most használtam, és akkor ezzel foglalkoztam, tehát ez például szerintem nagyon el van rendezve. Azok ott a fiatal mostani kortársirodalomnak a kötetei, jelenkoros kötetek, régebbi jakos kötetek így a barátaimtól, akiket én nagyon szeretek és nagyra tartok. Ezek ilyen modern klasszikusok, vagy kortárs klasszikusok részben dedikálva, részben meg ilyen első kiadások. Hát ezek inkább, szóval van közte egy-két ilyen izgalmas darab, de összességében inkább ilyen eszmei értékük van, tehát hogy inkább, nem tudom, van egy marékra való régi pénzem is, amit így összeszedtem az évek alatt, ilyen gyűjtőként, de abban is egyik se, szinte semmit, de milyen izgalmas, hogy 300 éves tudod, és tök jó. Igen. De ezek többnyire verses kötetek, nem? Ez mind verses kötet. Aha. Tehát igaziból szerintem ez az egész polcot meg tudnám tölteni verses kötetekkel külön valószínűleg. És akkor, igen, ez még az enyém, itt vannak ilyen albumok, meg nem tudom, hát ide pakoltam most egy kupacba ilyen könyveket még pluszba. Amik még sajátok. Még a sajátokat, igen is. De akkor sajátoknak nincs egy ilyen kiemeltebb helye, hogy kifordítjuk, befordítjuk, reklám. Önreklám, vagy ilyen, tudom, annyira síres vagy arra, hogy imádod promózni a saját utcaidat. Igen, ebben külön jó vagyok, de... Tehát akkor csak, hogy fel vannak dobva, tehát nincs külön helye. Hát nem, én ezt most oda felpakoltam a saját köteteknek az első kiadásait ide a zék mellé, a jelenkoros kötetek mellé, mert hát ezek tulajdonképpen többnyire jelenkoros könyvek, igen. Az a baj, hogy ezek, olyan, tehát ezek a felolvasók, ezt meg tudom mutatni, mert nagyon szívesen meg is mutatom, ha gondolod, elsőként ezek a saját köteteimből, a saját példányaim,
De jó, hogy hát tessék ennyit az önpromóról, hát magammal. És egyből tudod, és szívesen megmutatom. Azt akartam megmutatni, hogy darabokra vannak szakadva. Hiszen ezerszer olvastam már fel belőle. De akkor mindig ebből, tehát ez vagyis volt a hagyomány. Ebből csináltam egy ilyen heppet, tehát hogy igen, ez volt a polaroidok szegény a fiatal korában. És jegyzetelve is van bele itt-ott, vagy legalábbis bekarikázva ez az. Igen, mert ezzel jártunk koncertezni, és akkor ezt így megvolt, hogy mikor, mit kell mondjuk, és hogyan, és akkor ezt használtam, úgyhogy nem véletlenül van ez szegény ennyire lehalva. Pont 10 éves. Igen, most idén 10 éves, jó. De ez tök jó, tök ilyen eszmei értéke is van ezáltal. Igen, úgyhogy hát ebből csináltam egy ilyen ízét, hogy ezt is a rókákat is, meg aztán a legutóbbit is, ezt a... az éjszaka konyhában, ezt is mindig, amikor megkaptam az első példányt belőle ajándékba a kiadótól, akkor ezt mindig így eltettem, és akkor féltettem, ez lesz a saját könyvem. Úgyhogy ezért vannak ezek szegények ilyen rossz állapotban. De nincsenek egyébként külön helyen, tehát most őszintén szóval azért vannak egyáltalán egy kupacban téve, mert amikor rendet raktam a könyves polcon, megbeszéltük, hogy jöttök, akkor konkrétan nem tudtam, hogy hol vannak. Meg kell keresni. Igen, ezt el kell mondani, egyrészt mutatom, hogy ide van írva, hogy saját, tehát biztos ne kevered össze másikból. Másrészt, hogy úgy volt, hogy jövünk, csak volt egy kis csőtörés a szomszédban, remélem megoldódott. Meg kell Isten. És úgy tök cuki voltam, hogy írtad, hogy pedig úgy készültem, rendet tettem végre, mióta halogattam, erre is jó az a sorozat, hogy az emberek rendet tesznek a könyves polcokon, most már csak nekem kéne a sajátomon. Szóval itt vannak a sajátok, és ez tök jó, hogy megmutattad, hogy ezek ilyen. Ez most ide teszem. Jó, persze. Hát foglalom el a rég a könyves polcát is. De ebből azért nincsen vita, nyugtass meg. Nem, hogy ez egy Marci, annyit itt vannak a könyveid. Nem, ez egy elvi kérdés, de abban nem annyira véles. Igen, hát aztán itt nem tudom, még a magyar irodalom, akiket én nagyon szeretek, abból van több polcnyi is, meg ez is nem tudom, a klasszikusok, az ismerősök, ott vannak angol verses kötetek, meg itt ezt a világirodalmi lexikont, ami az összes antikváriumnak, meg ilyen 100 forintos könyves kocsinak általában a dísze. Ezt én a nagyapámtól megörököltem, és az benne az elképesztő, hogy egy csomó szempontból mi mindig releváns, tehát őszintén szólva, hogyha így rákeresel az interneten mondjuk a szakdolgozati témámra, ami egy japán folyóirat, akkor semmit nem találsz róla, vagy olyanokat, amiket én lefordítottam, meg publikáltam. Ebben benne van. Komolyan. Esküszöm neked. Úristen, ez még nagyon durva meló lehetett, hogy megcsinálták. Milyen hosszú rész? Sorozat meg, hogy mennyi minden. Igen, nem is tudom pontosan, a 80-as évek végétől, második felétől publikáltak azt hiszem 93-ig a köteteket. És egy időben egyébként rendszeresen mindig így leszedtem őket a polc, és mindig így direkt olvasgattam, hogy így, de hát az egész ilyen, olyan, mint egy ilyen külön univerzum. Én nagyon szeretem, még nagyon vicces, tehát megvan a maga szépsége abszolút. És nagyapától örökölted? Ezt a nagypapámtól örököltem, igen, aki szintén egy ilyen nagy bibliofil őrült volt, szintén szegény nagymamámnak az agyára ment. Nagyon sok könyve volt, igen. És akkor, ha már visszaugrottunk így a múltba, akkor honnan ered az olvasás szeretete? Mikor volt az első olyan nagy élményed, hogy megszeretted az olvasást, tehát kötelezőkkel, hogy boldogultál, pici Marci már nem tudom, 5 évesen falta könyveket járt könyvtárba, vagy hogy alakult ez nálad? Én őszintén szóval egy darabig egyetlen nem szerettem olvasni, mert azt hiszem, hogy eléggé figyelemzavaros kisgyerek voltam, és akkor minden más viccesebb volt nyilván, meg nehéz volt koncentrálni, de például én szerintem kb. Így az Egri csillagoknál vettem észre azt, hogy most már nagyon sokat szor olvasom, és akkor nem tudom hány éves lehettem, 10 éves lehettem. Uh-huh. Tehát akkor volt szerintem ezzel kapcsolatban az első ilyen pozitív élményem, és csak onnantól kezdve így viszonylag rászoktam. Tehát nyilván én is kamaszkoromban kezdtem el elsősorban irodalommal foglalkozni, mint mindenki, aki aztán ezen így marad, és nem talál magának valami jobb elfoglaltságot. Mert hogy a fájó szerelmet versekbe kellett írni, vagy hogy indult ez? Hát még egy kicsit ez is benne volt. Tehát az tagadhatatlan, hogy szomorú szerelmes verseket írtam az elején. Is. De hogy... Nem, azt hiszem, hogy volt nekem, az apám lelkész, tehát ezt most már hiába próbáltam egész ideig titkolni, újra és újra elmondom, és ez tagadhatatlan. Tényleg a nagyapám is könyvgyűjtő volt, az egész család ilyen, a verbalitásnak van egy ilyen kiemelt szerepe az életünkben. Tehát az, hogy egyébként nekem ezzel kapcsolatban vannak
vonzódásaim, hogy ilyen hülyén fogalmazza. Azért az eléggé adta magát, és egyébként az tény, hogy egy eléggé introvertált kamaszgyerek voltam, vagy sok szempontból eléggé introvertált voltam, viszont például az olvasásra tök jól el tudtam lenni, és ez egy tényleges sikerélmény volt. Amikor írtam valamit, és azt mondták, hogy na nézd, hát milyen jó ez. És aztán persze utána kiderült, hogy de nem volt az olyan jó, de legalább elfoglaltam magam, és aztán tényleg rajta maradtam ezen. Szóval valami ilyen, nem tudom, utólag, tehát most így azt mondom, hogy hát én kitaláltam kamaszkoromban, hogy költő leszek, akkor ez olyan valahogy magától értetődőnek tűnik, hogy hát ezt így kell csinálni. Semmi nem volt magától értetődő, az egész egy nagy bénázás volt, meg szerencsétlenkedés, meg ez, de hát még lejutottunk ide, aztán meg meglátjuk. Volt olyan gyerekkori könyv, vagy fontos dolog, ami itt van a polcon, mert ugye az a sorozat lényege, hogy arra kérem a vendégeimet, hogy három olyan könyvet mutassanak, aminek története van az ő életük szempontjából, nem kedvenc ez elsősorban, hanem valami, van egy olyan történet a könyv mellett, mögött, ami sokat elárul róla. Van ilyen gyerekkorhoz kapcsolható könyv itt a polcon? Vagy amikor gondolkodtál, hogy melyik az a három, akkor teljesen mások jutottak eszedbe? Hát a gyerekkori könyveimben nem nagyon maradt semmi, őszintén szólva, vagy nem tudom, hogy hol vannak, az talán valahol a szüleimnél. Igen, hát például ez az egyik legrégebbi kötet itt a polcon, ami megvan, ez egy Rilke verses kötet, amúgy is egy régi kiadás, de hogy ezt konkrétan ezt a példányt olvastam kamaszkoromban, és fontos megjegyezni, egy szót se értettem. De lelkesen olvastam. Nagyon sokat olvastam ezt a könyvet, tehát ez egy nagyon vicces dolog. Egyébként ugyanez a másik, ez a Szilágyi Domokos kötet, ezt a kettőt, ezt... Szintén, tehát ezek megvannak nekem 18, mint azt 16, ez meg 18 éves korom óta. Hogy ezen miért van egy könyvtári címke, azt ne kérdezz. De ezek voltak ilyen első nagy, szerintem. Szóval, hogy nehéz ezt megmondani, hogy pontosan mi volt az első nagy olvasmányélményem, mert van itt a Babicki Tibornak is egy kötete, ami neki 18 éves korában jelent meg. És én kb. Azóta ismerem őt, tehát hogy az is így benne van. De hogy akkor már, tehát nekem volt, ez egy kialakult így a kamaszkorom végére, hogy nekem közön van a versekhez, és akkor tudod, ez egy ilyen tisztázatlan dolog ilyenkor, pontosan mi közön van a versekhez. De hát ez azt is jelenti, hogy akkor így elkezdesz komolyan érdeklődni, meg tényleg egy csomó mindent elolvasol. És hát ez valószínűleg az van, hogy hosszú távon azért fontos ezen így rajta maradni, meg újra és újra olvasni, mert ebből Rilkéből tényleg konkrétan emlékszem az érzés, hogy semmit nem értettem. Tehát így olvastam, és még amikor először olvastam életemben József Attilát kb. 11-12 éves koromban, akkor volt hasonló érzés, hogy jó, de hát ez most miért jó? Ez most miért jó? És egyébként tényleg hát ez egy régi fordítás, nagyon régi kiadás, ahhoz képest tényleg egy kevésbé izgalmas, tehát nyilván nem tudom, ez a Lira Mundis Rilke kötet, amit aztán a Rongyá olvastam, és az nyilván egy egészen más jellegű élmény volt, meg más jelentett. De hát ezek például ilyen régi, kimondottan ilyen kamaszkori könyveim. Ez érdekes ez a gondolat egyébként, hogy mondod, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy mi között van a költészethez, de ez akár bármire átfordítható, hogyha valakinek van valami szenvedélye, hobbija, akkor feltegye a kérdést, hogyha érzi egyáltalán azt a belső hangot, nem, hogy valami közön, nekem a könyvekkel volt így, tudod, hogy érzem, hogy valami több, mint az, hogy most így olvasok és ajánlok könyveket, és aztán tök jó, hogy addig juttattam ezt a gondolatot, hogy végül is sikerült ezzel hivatásszerűen foglalkozni. Szóval, hogy ez, amikor te ezt föltetted tiniként, akkor az volt rá a válasz, hogy költő leszek? Tehát ez egy ilyen teljesen egyértelmű gondolat volt, elég hamar, vagy ez egy ilyen hosszú út vezetett, azt tudom, hogy amúgy hosszú út vezetett idáig, de hogy mennyire volt eltántoríthatatlan például ettől? Mint amikor a Dragomán azt mondja ebben a sorozatban, hogy ő titokban volt író, de már 10 éves korától, és mindig is tudta, hogy ő író lesz, és ez van. Igen, egyszer kicsit félek, hogy ez nagyképű hangzik, de hogy ezt mondtam valahol, hogy már akkor is költőnek éreztem magam, amikor még nem is voltak verseim. És ez furcsa módon egy picit tényleg így volt, hogy aztán én ezt így... Hát ez ilyen indokolatlan, de szerintem tényleg van ennek egy ilyen furcsasága, hogy ameddig... Tudod, a Petrinek van a hagymás verse, tudod, hogy lebontod a rételket, és a végén nincs ott semmi, de van a hagyma. Tehát egy kicsit szerintem ilyen, hogyha elkezdesz azon gondolkodni, hogy
hol vagyok én most, én nem tudom, itt vagyok 39 évesen, ez a könyvespolccal, meg minden mással, ami így az életemben van természetesen az irodalom kapcsán, hogy hol vagyok én mondjuk Adihoz képest, meg József Attilához képest, hogy Pilinszkihez, és akkor végig lehet venni a polcot, Tandori. És akkor nyilván így leülhetek a sarokba, és mondhatom azt, hogy jó, hát ez, akkor majd nem tudom, keresek, elmegyek cipőfelső részkészítőnek, hogy ezt régen viccelődtünk vele. De hát nyilván az is van, hogy közben meg van ennek a dolognak egy olyan fajta ilyen magától értetődő része, amit meg a csinálás közben lehet szerintem egyrészt megtanulni is, meg megérteni is, és én abban bízom, hogy a maga idejében a Pilinszki is, meg az Orbán Otto is, meg a Takács Zsuzsa is, meg a Nemes Nagy Ágnes, meg mindenki, az összes ilyen nagy klasszikus, ugyanannyira bizonytalanok voltak, nem tudok másba reménykedni, mint hogy ők sem érezték azt, hogy felérnek a nem tudom kihez, Vörös Sándorhoz, meg a többiekhez. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen kérdés, hogy igen, tehát én azt gondoltam akkor már, nem tudom mikor, 17 éves koromban, hogy hát én most akkor így nem tudom mit fogok csinálni, hogy miért gondoltam ezt, ez esküszöm, nem tudom. Direkt volt köze nyilván a verbalitáshoz, volt köze az a kevés sikerélményhez, ami akkor lett ebből, de nem tudom. Azt sem tudom, hogy most miért gondolom feltétlenül, de az tény, hogy nem lehet róla mondani. Neked egyébként édesanyád mikor is halt meg? Egészen fiatal voltál, nem? Hát kisgyerek voltam, 10 éves voltam, igen. Az nyilván nem kérdés, hogy megviselt. Hogy az segített ott például a könyvek felé fordulás, vagy pedig akár a költészetbe menekülés? Vagy mennyire voltál akkor 10 évesen olyan, hogy még inkább kerested a Rilkét, meg az összes olyan könyvet, vagy volt-e olyan, ami segített? Hát, látod, nem tudom. Szerintem 10 évesen az még egy elég más kérdés, az olvasás is, a traumák is az életedben, meg az egész. Később lett ehhez köze, azt hiszem. Tehát nyilván az egyik ilyen, tehát ugye vannak archetipusok, vagy vannak költő archetipusok a magyar irodalomban, akkor az biztos, hogy az egyik legfontosabb az József Attila, és neki nyilván van ez a trauma problematikája, amiben ő egyébként egészen elképesztően nagy verseket hozott össze, ami azért nehéz, mert ugye a traumában nagyon könnyű borzasztóan rossz irodalmat csinálni, és ez egy tök ciki dolog, tehát hogy ami egyébként fájdalomnak, meg problémának, meg élethelyzetnek, ez nem tudom, megcáfolhatatlan és érvényes, az irodalomnak időnként pocsék. És hát akkor nyilván az van, hogy vagy az volt, hogy amikor kamasz voltam, és amúgy is minden problémám volt a világgal, plusz még a egyébként a hozott csomag is, akkor azért nyilván volt ennek egy ilyen evidenciája, hogy ja, hát mintha a versírás megoldana mindent, pedig az nem beszélek szegény József Attila, szóval őre a példa, hogy a versírás nem old meg semmit. Na mindegy, hát ez is fel kell nőni, ez a felismeréshez. Szóval az tény, hogy ezeknek nyilván nem, tehát ez nem független, ha semmi nem független semmitől, ez sem független egyik a másiktól. Azt nem tudom, őszintén szóval nem is emlékszem rá pontosan, hogy én azt gondoltam-e, hogy, uh-huh. hogy ugye azt hiszem az Office-ban mondja a Dwight, hogy a hős az gyerekkori traumával születik. De jó. Szóval én nem hiszem, hogy akkor, vagy nem emlékszem rá, hogy az lett volna, hogy akkor, na most tessék, én itt vagyok a mindenféle bajommal, és akkor majd ezt a versek megoldják. Tulajdonképpen lehet, hogy benne volt, vagy valamelyest biztos, hogy benne volt, de hosszú távon azért, tehát ez tényleg 15 éves, 16 éves, 17 éves korodban még egy racionális, nem mennyire 17 éves racionális, de hogy akkor még úgy tűnik, hogy ez egy valódi dolog. Tehát nyilván 22 évesen már te sem gondolod azt, vagy hát én már 22 évesen akármennyire azért voltam még, én sem gondoltam azt, hogy most akkor írok még egy nem tudom milyen gyászverset, és akkor egyrészt a holnapra bármi változik az én életemben a nem tudom a problémáimmal kapcsolatban. Másrészt viszont tényleg nem tudtam ezt abba hagyni, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, amit így... Vannak költők, akik elhallgatnak, meg nem tudom, de szerintem tehát azért mindig egy ilyen extrém élethelyzet megint csak. Mondod, hogy mindjárt 39, vagy most vagy már 39, akkor mindjárt 40 éves lesz. Jó lesz. És hogy melyik volt az időszak, amikor a legjobban, tehát hogyha mondjuk 10 évesen még egy gyerek nem fogja föl ezt az elképesztő traumát, amit egyébként nem is tudom, hogy lehet amúgy túlélni,
Mi volt olyan szakasz az életedben, amikor ez úgy megrecsentett jobban? Mert hogy most nagyon sokat foglalkozott a trauma gondolata, most a Máté Gábor miatt, hál' Istennek, amúgy szerintem a Csapból is ez folyik, és talán egy csomó ember elkezd foglalkozni a traumáival, és ennek esetleges feldolgozhatóságával. És csak ez jutott erről eszembe, hogy az életed azóta akkor 30 év, hogy volt olyan időszak az életedben, amikor ez így rátört, hogy hatással van az életedre ez a trauma? Hát nézd, valószínűleg ez akkor is hatással van az életemben, amikor nem érzem, hogy hatással van rá, és ezt nem azért mondom, hogy kibújjak a tényleges válasz alól, csak újra és újra felfedezek magamon is ilyen újra ezeket a szülői, meg nem tudom, ilyen különböző mintázatokat, amiket hoztam meg, tanultam meg felépítettem. És hát ez nyilván nem lehet. Tehát ez egy olyan dolog, amit egész életemben lesz. És aztán például, mivel ez most már 30 éve történt lassan, akármennyire nem... szóval akármennyire nehéz, mert ez azt hiszem, hogy mindig nehéz marad. Hát ez egy más izébe került. Tehát ugye van ez a hasonlat, tudod, hogy nem, a probléma nem változik, a probléma mérete nem változik, csak te felnőhetsz, meg köré nőhetsz. És ebből a szempontból ezzel eléggé egyetértek. Azt tök jó, hogy ezen emberek foglalkoznak, tehát a Máté Gábornak a munkája szerintem ebből a szempontból nagyon fontos. Az, hogy az irodalom egyébként mennyire releváns, az szerintem egyéne válogatja, meg élethelyzete válogatja. Tehát, hogy nekem most ne bújjak ki ténylegesen a kérdésről, inkább az a tapasztalatom ezzel, és szerintem ebben valószínűleg egy csomóan, vagy gondolom sokan egyetértenének, hogy nem is hosszabb időszakok vannak az én életemben, amikor például ezek így, hanem ilyen rövidebb periódusok. Tehát, hogy vannak ilyen, tényleg vannak, amikor így. De szerintem ez amúgy meg mindenkivel így van. Tehát azt viszont nem hiszem, hogy ez egy kimondott trauma válasz lenne a részemről, vagy egy bármi ilyesmi. Nem, tényleg vannak ilyen, amikor egyszerűen gödörbe kerülsz, és tök mindegy, hogy mit csinálsz. Csak hát mindenkinek más a gödör. Nekem éppen ez. Úgyhogy így, szerintem, tehát én azért tartom egyébként a Máté Gábor tényleg nagyon fontosnak, mert akármennyire jó József Attilát olvasni, valójában nem jó József Attilát olvasni, hogyha bajod van. Tehát, hogy persze egy darabig jó, de hogyha tényleg olyan problémád van, akkor pszichológushoz kell menni. Ha terápiába kell menni, akkor segítséget kell kérni, hogyha más nem, akkor fel kell hívni egy ilyen anonim, nem tudom milyen vonalat. Tehát, hogy azt szerintem nagyon fontos, hogy így beépüljön a köztudatba, mert még a saját környezetemben látom, hogy még ott is egy csomóan teljesen utasítóak ezzel kapcsolatban, és úgy tesznek, mintha ez nem is egy... Tehát, az jár pszichológus, az, aki ráér, tudod? Hát, nem. Aki bolond, aki ráér, aki megteheti. Igen, szóval, hogy ez szerintem fontos, hogy erről minél több szó legyen. Az tény, hogy az irodalomnak egy része, vagy egy irodalom részben erre abszolút alkalmas. Tehát én is azt hiszem, hogy nem tudom, most voltunk analógban a Balaton koncerten, és nagyon szeretjük, és milyen szomorúak vagyunk közben, miközben hallgatjuk. De milyen jó, hogy mennyire szomorúak vagyunk közben, ugye? Tehát, hogy ezt milyen jó, hogy mennyire szomorúak vagyunk közben. Ezt az érzést, ezt én szerintem abszolút az irodalom tök jól tudja hozni, és ez fontos, hogy meglegyen, de az is fontos persze közben, hogyha valakinek olyan komoly problémái vannak, akkor gondolkodás nélkül kéne segítséget. Tök jó, hogy erről is beszéltünk szerintem. Szilágyi Domokost miért olvassunk szerinted? Ha ezt most ajánlanád, hiszen most akkor ez az első két könyv meg is volt, már csak egy is mehettük. Ja, nem. Ja, csak úgy mutattad, mint gyerekkori. Még mutattam, mint gyerekkorit. Van szerinted ma érdemes egyébként őt forgatni? Szilágyi Domokos? Uh-huh. Hát nézd, Szilágyi Domokos az erdélyi költészetnek egy olyan klasszikusa, mint nálunk a Pilinszky szerintem nagyságrendileg. Sajnos egy fokkal kevésbé ismert, és mivel egy tizenpár éve volt egy elég nagy botrány, amikor kiderült, hogy ő igaziból jelentett a környezetéről, és elég komoly botrány lett ebből. Szóval egy nehéz problematikus figura, egyetem nem egy egyszerű, de hogy ettől függetlenül egy... Tehát, hogyha van egyébként tényleg a Pilinszkyhez, meg a József Attilához mérhető költője a magyar irodalomnak, sok más egyéb mellett, de hogy ő az egyik legnagyobb, az biztos. És meg is van egyébként több kötetem, még így megvettem ilyen sorköteteit így külön, de tényleg ezt azt akartam megmutatni, az volt az első kötet, amit így olvastam. Tőle nekem ezt a akkori magyar tanárom, a Vere Zsuzsa ajánlotta, neki nagy kedvence volt.
És tény, tehát, hogy ez egy olyan... Tehát van egy része, ami szerintem az átlag versolvasónak is nagyon izgalmas. A Szilágyi versek azok nagyon képszerűek, nagyon érzékletesek, egy csomószor nagyon érzelmesek, egy csomó nagyon vicces. Tehát kimondottan tök jó humora van. Ez egy rendkívül érzékeny, nagyon okos, nagyon vicces ember volt. Tehát kimondottan tök jó, nagyon, nagyon jól olvasható némelyik, vagy gyönyörűek. De vannak ilyen furaságok is benne. Igen, másrészt, mert igen, köze volt némileg az avantgárdhoz is, aha, és az avantgárd hatása is látszanak ezeken a szövegeken, és ez visz tovább egyébként szerintem a szakmai olvasók felé, hogy elképesztő az a poétika, amit művel, elképesztő formaérzéke van, elképesztő kísérleteket visz véghez, az, hogy milyen, hogyan épít föl köteteket, kötetstruktúrákat, hogyan rak össze. Van az egyik leghíresebb kötete, ez az Emeletek vagy a Láz enciklopédiája. Szerintem az egyik legjobb magyar reműverses kötet valaha. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény. És hát közben egyébként ez meg egy nyilván az meg kérdés, hogy ki melyik része ragad meg, vagy foglalkoztat, de hát ez egy, tehát ő aztán azt hiszem 1976-ban szegény öngyilkos lett, súlyos depresszióval küzdött, nyilván a Ceausescu-i Romániában, ez amúgy is egy ilyen kilátástalan helyzet volt magyar költőnek lenni, ezt lehet tudni Szőcs Gézától kezdve sokaktól. Hát ez egy nehéz, de gyönyörű, tehát az van, hogy ez egy nagyon nagy költészet, és pont azt hiszem, hogy érdemes lenne egy kicsit, hogyha többen olvasnak, vagy jó, érdemes lenne több embernek olvasni, vagy nem tudom, mert... Na, majd most hátha. Egyébként most megtetszett ez az Állam a repülőtéren, szerelmes versek a szabadsághoz. Igen, most igen. Így beleolvastam hirtelen, rád is figyeltem, de most így tetszik. Meg fogom szerezni antikváriumban, vagy esetleg a könyvtárból kölcsön kérem. Én is így. Na jó, szuper! Szóval japanológia. Itt mondtad is, hogy az ez a rész, ez mind japán. Ugye mi nagyjából fél évvel ezelőtt beszélgettünk a podcastemben, és akkor még mondtam is, hogy majd szeretnélek erre hosszabban faggatni, úgyhogy csak egy fél évet kellett várni, és be kellett engedni magadhoz, hogy eljöjjön ez a pont, hogy egyáltalán ez a japán mánia, hogy jött az életedbe, ugye te elvégezted most mesterkurzust, tehát ezt a japanológia mesterkurzust, ami akkor mit jelent, mi lesz, mire tudod ezt használni, és egyáltalán honnan ered ez a nagy szerelem? Hát... Nem tudom, mikor kerül ez adásba, de mához 3 hétre fogok államvizsgázni. Ja, azt hittem azt mondod, hogy milyen hosszan tudsz erről mesélni, nem, most fogsz államvizsgázni? Most fogok államvizsgázni, igen. Tényleg 23-án. Hát az, akkor viszont akkor lesz egy japanológia mesteroklevelem, hogy ez pontosan mit fog jelenteni. Az igazság, hogy borzasztóan jó volt ez a képzés, én nagyon szerettem, nagyon jó. Nem tudom, tanultunk klasszikus japánt, mert klasszikus japán nyelvet, meg mit, volt ilyen üzleti gyakorlatok, ahol nem tudom, arról kellett beszélni, üzleti kommunikációs gyakorlatok, hogyan kell állásinterjút megnyilatkozni. Meg volt udvariassági nyelv, meg tudom, hogy nagyon, nagyon jó óráink voltak, nagyon szerettem. Most még kitalálom, hogy pontosan ezzel mit tudok kezdeni, nem kizárt, hogy egy doktori képzésen megpróbálom ezt folytatni. De az is tény, hogy engem, tehát mondjuk a nyelvészet része az kevésbé izgat, az irodalom meg a fordítás része az nagyon. Van egy csomó más része, tehát ugye itt vannak mellette ezek az albumok, ezeknek jó, is a... Nem tudom, tehát ugye a... Na, jó, hát mi más lenne a borítóján, mint a nagy hullám. Igen, egyébként. Igen, ez szép. Ezek ukiójék, tehát ugye ez mondjuk a fametszet vonal, de vannak ott ilyen fotósok, csak az nagyon sok a pucérkép benne. Itt nagyon csak a pucérkép benne. Nem, hát ezek az Araki Nobuyoshi albumok is, azok egy kicsit meredekek ilyen szempontból. De például itt van valahol, azt is megtaláltam, a Moriyama Daido, és egy csodálatos japán fotós, és nem tudom, hogy utána hová tettem, de a lényeg az, hogy szóval van ennek egy olyan része még, ami engem borzasztóan izgat, és szeretnék ezzel foglalkozni továbbra is, hogy ez pontosan, hogy azt bevallom, nem tudom. Hát egyébként meg szerintem, szóval azt szoktam mondani, hogy szerintem nem nehéz beleszeretni Japánba, mondjuk ahhoz az biztos, hogy egy sima beleszeretés azért nem elég, hogy valaki nekiálljon és elvégezze az egyetemet. Szerintem, tehát az én esetemben az történt, hogy ez volt nagyon, tehát lényegében az irodalmon meg a verseken kívül ez volt az egyetlen dolog, amit nem untam meg.
Tehát én nagyon szívesen foglalkozom egy csomó minden mással, meg érdekelnek, nem tudom, de ez meg az, de hogy olyasmi, amire tényleg azt éreztem, hogy nekem ezzel még foglalkoznom kell, meg valamit még ki kell találnom, hogy miért érdekes ez számomra, és hogy mi ez, és nem tudom, nyelvet tanulni, és kandzsikat tanulni, és nyelvtanc tanulni, és szenvedni, és szóval, hogy ezzel kapcsolatban azt éreztem, hogy amit tudok, az nem elég. És egyébként meg amúgy is, hát nyilván mindenki, szóval, hogy szerettem volna, nem, de én félbehagytam az esztétika szakot, én nem diplomáztam le, akkor igaziból szerettem volna valamit, amit tényleg tudok vele kezdeni bármit. És akkor kiderült, hogy tulajdonképpen lehetne nyelvszakosnak lenni, és lehetne japán szakosnak lenni. Hosszú távon szerintem ezen így tényleg rajta lehet maradni, tehát hogy nem nehéz ilyen bolondnak lenni. Nem tudom, tényleg kicsit, tehát hogy van egy-két barátom, akik ilyen nagy japán fanok, és akkor aha, mindig mondom nekik, hogy ők víbek. Tudod, a víb, internetes szleng az ilyen bolondokra, akik a, nem tudom, ilyen animét szeretik, meg a nem tudom micsoda. Szóval szerintem ennek van egy csomó különböző szintje, csak erre gondolok, és egyébként, hogyha valaki tényleg ilyen otaku akar lenni, és ülni otthon, és egész nap animét nézni, meg mangát olvasni, hát ez teljesen rendben van. Engem igaziból tényleg, tehát a szakdolgámat is arról írtam, hogy hogyan változott a 20. századi japán költészet, hogy hogyan alakult ki egy ilyen modernista vonal, és nem tudom micsoda. Szóval engem ez egy kicsit más szempontból is érdekel még, de szerintem, szóval egy kicsit olyan, amikor azt mondják, hogy milyen, amikor valaki ezért olvas, nem tudom mit, Daniel Steele-t. Ez tök jó, hát olvasson, legalább olvasson. Szerintem nincsen semmi baj az, hogyha valaki csak animét meg mangát akar japánul. Oké, de mennyi idő volt, mire megtanultad ezt a speciális nyelvet? Tehát elképzelni nem tudom, hogy ezt hogy lehet megtanulni egyáltalán. Hát figyelj, ez egy ilyen lifelong learning. Tehát, hogy ebből államvizsgáztam egyszer a BN, nem tudom már hány éve, sok éve. És aztán utána jó pár év kiegyezés után visszamentem még MA-ra. Közben szerintem kb. Mindent elfelejtettem. Csű. Tehát, hogy újra kellett kezdeni, és akkor ez, szóval, amit nem használsz, azt ugye elfelejted, ezt én tökéletesen elfelejtettem. Szerintem most éppen egész jó állapotban van a fejemben a japán nyelvi csomag, mert sokat foglalkoztam vele, de most pont azt próbálom így kitalálni, hogyha befejeztem az egyetemet, akkor hogyan tudom ezt így karban tartani. Ez abszolút lifelong learning, de ezt azt látom egyébként, hogy mindenkinek, tehát akik egyébként nem tudom, nincsen egy másik, nem tudom, hivatásuk emellett, hanem kimondottan, kizárólag japanológusként, műfordítóként, bármi ilyesmiként csinálják ezt. Ők is ezt úgy tudják csak csinálni, hogy folyamatosan foglalkoznak vele. Tehát, hogy mondta, nem tudom, voltak én tanáraink, hogy volt itt tanáraink, mondta, hogy na, hol érdemes, melyik híroldalon érdemes japánul olvasni a híreket, mert hogy az tök fontos, hogy mennyit lehet abból tanulni, és akkor nem felejted el, és nem tudom, tehát ez így lehet fejleszteni. Uh-huh. Ez, igen, nagyon sokat kell vele foglalkozni, és ugye nem foglalkozol, akkor tényleg elfelejted. Hogyha valaki szeretné megérteni, hogy milyen a japán kultúra, most így látom ezeket a hogyan éljünk japánul, ez a racia japán, ezek nyilván csak ilyen kis album, egy-egy kép, igen. Jók egyébként gondolom arra, hogy egy picit megismerkedj vele. Na, de irodalmi szempontból mi az, ami mondjuk le is van fordítva magyarra, és beszerezhető, és mondjuk ajánlanád nekünk, hogyha szeretnénk kicsit jobban megérteni a japán kultúrát, vagy hogy így milyen? Én még soha nem olvastam egyébként szerintem japán szerzőt. Ja, de egyszer a Rintarót az egy japán szerző, de az egy ilyen kis könnyed lektűr volt, szóval, hogy így mit ajánlanál? Hát nézd! Van-e egyáltalán olyan? Persze, mindenféleképpen. Például őt már láttam sokszor. A Mishima, igen, szóval nekem ez az egyik kedvenc könyvem egyébként, az Egy maszk valomásik, de az egy elég kegyetlen darab. Tehát ugye azt nem biztos, hogy elsőre ajánlanám. Amit mondjuk biztos, hogy ajánlanék, azok Akutagawa novellák. Az Akutagawa Junosuke nevű író, akinek itt vannak a könyvei, azt hiszem ez a kettő, most pedig van, vagy négy különböző Akutagawa kötetem, de azokat sem találom pillanatnyilag. Ez egy régi kiadás, nagyon szép kiadás, ezt azért vettem. A Vihar kapujában? Aha. A Kurosawa csinálta a Vihar kapujában című filmet, és ezekből azt hiszem három, a Bozótmélyben, a Vihar kapujában még talán még valami,
novellából csinálta, amik így összelettek ollózva. Hát ő hagyományosan ő a legnagyobb japán író, vagy hát őt szokták általában említeni. Uh-huh. És alapvetően novellista volt, tehát hogy szerintem, hogyha valaki ismerkedni akar a japán irodalommal, egy picit a... Hát ez azért már eléggé, tehát ez egy száz éves szerző ilyen szinten, vagy száz éves könyvek. De nagyon jó fordításai vannak, tehát hogy a, nem tudom, a Vihardútól a Gergely Ágnesig, a, nem tudom, a, azt hiszem a Hanikjókó ajánlására kezdték el fordítani még a 60-as években talán, tehát nagyon régóta. És nagyon-nagyon jó, nagyon szép, és nagyon sokféle ráadásul, tehát valami tetszik, szerintem mindenki talál olyasmit, amit tetszik neki, igen. Úgyhogy én ezt Akutagavát ajánlom először. Hát a haladóknak mindenképpen a Mishimát, az Egy maszk vallomását, ez valószínűleg amúgy az egyik legjobb regény, amit valaha írtak japán. Ja, fél, bocsánat. Nem veszed meg. Hogy. Szép a borítóim. Ez a Mishimának egy ilyen önéletrajzi ihletésű regénye, és lényegében így a gyerekkoláról, a felnövéséről szól, és arról, hogy hogyan ismeri fel a saját homoszexualitását, és ezt így hogyan éli meg. Igaziból csodálatos könyv, nagyon nagy. A Nádas Péternek van egy zseniális eszélye a Mishimáról, azt ajánlom szeretettel mindenkinek, azt hiszem, hogy fönn van online, és amiben így ír, hogy milyen izgalmas, hogy a Mishimának az írásainak az alapegysége, az nem a mondat, hanem a bekezdés. De jó. Mishimának a bekezdései, és egyébként tényleg olyan csomószor, mint hogyha ilyen egymás után pakolt prózaverseket olvasnál. Ez nagyon-nagyon jó. Hát nézd, egyébként most van egy fiatal műfordító, aki egyébként csoporttársam volt egy darabig, őt Cifra Adriennek hívják, ő most elkezdett ilyen klasszikusokat fordítani. Ezek hajkuk, hogyha valaki éppen a hajkukat szereti. Ezek új kiadású, vagy egy pár éves, egy-két éve megjelent. Aztán szülőnapomra kaptam a Bajtai Andrástól. De milyen szép ez is. Szóval... ezt is érdemes megnézni, szerintem most gondolkodom, hogy mit ajánlanék, mi az, ami könnyen beszerezhető. Hát a Murakami adja magát, tehát hogy a Murakami szerintem azért elég olvasmányos, eléggé jó. Igen, őt soroltam volna, hogyha végig tudtam volna, de még nem. Egyszer nekifutottam az 1.84-nek, de aztán megakadt, megtörve benne a bicskem. Viszont ebben a sorozatban a Szilágyi Liliana olyan szépen mesélt Murakamiról, hogy nagyon meghozta a kedvet. Te szereted? Ez egy nehéz kérdés. Én elég jó írónak tartom, igen. Nem tartozik a kedvenceim közé, de nem tartom egyáltalán egy rossz írónak. Viszont pont azért, mert amiket japánul találtam tőle, tehát itt van fönn egy Murakami Radio, ezek Murakami rádió tárcánk, ilyen 3 percesek, ezt viszonyú jól olvasható. Ezt hát tudok elapozni. Na jó van, tényleg. Ezt kivághatjátok. Ennyi maradjon. Tehát akkor ezt így kell tartani? Persze, ez fordítva van. Jézusom. És ez nagyon jól olvasható könnyű szövegek, viszont ez is borosztan... Könnyű szövegek. De ez jobb. Tehát, hogy jó, nem, persze, nem, neked nem, könnyű. Hát, még nekem sem, tehát beletörik a bicskám időnként, de hogy nem egy iszonyú, tehát nem egy olyan, mint amit vannak fönn ilyen szakirodalmak is, hát az gyakorlatilag végig szavanként kellett szótárazzam, mert ilyen izék voltak. Isten. De hogy ez például egy elég jó, szóval ezek ilyen, tényleg a rádióban, azért az a cím, hogy Murakami Radio, és azért, mert volt neki valami saját műsora, és akkor ezeket odaírta, a kajálásról szól a legtöbb, mit, valami ilyesmi, hogy óriási retek, furcsa, vagy bonyolult avokádó, igen, okinek alapjú muzikasi avokádó. Tehát, hogy azt hiszem a kávú az a retekt, de lehet, hogy káposztani, nem tudom, és itt az valami ilyesmi. De egyébként te voltam a Japánban? Nem, még nem, most tervezgetjük. Hú, ez mondjuk durva, hogyha ekkora nagy láz van benned, és még nem volt, és milyen élmény lesz akkor. És akkor az ősz is abban van. Van ez a Párizs szindróma, tudod, amikor emberek kiábrándulnak, amikor odaérnek. Kiábrándulnak Párizsba, igen. Jó, és mikor most tervezitek majd, hogy előbb-utóbb eljön? Hát egy éven belül, igen. Uh-huh. Ezt most már muszáj így, hogy most már lesz még egy japanológus mesterdiplomám, és most már muszáj lesz.
Nem, ez tényleg, tehát hogy van ennek egy része, amit tehát én szerintem irodalommal kapcsolatban most eléggé penge vagyok, meg ezeket így eléggé tudom, meg nagyon sok olyan szakirodalmat olvastam most, amik itt teljesen újak, és nem is nagyon léteztek magyarul, vagy nem is nagyon léteznek, meg konkrétan angolul, meg japánul kellett elolvassam őket. Hát majd most őszintén szóval szerintem megyek még egy ilyen nyelviskolába, ahol valami ilyen, nem tudom, felső haladó, nem tudom, mivel beiratkozok, és akkor írni fogom itthon a kanjikat rendületlenül a füzetben, hogy ne felejtsem el őket, mert az pokoli. Tehát amikor látszik kanjit, és tudod, hogy te ezt már tudod, tehát hogy ezt tanultad, ezt tudtad, és mégsem tudod, hogy mégsem tudod. Már mentségemre szolgálja, hogy ezt elfelejteni egyáltalán nem nehéz. Tehát, igen. Hogy ezt, igen. Utolsó japán témát lezárva picit, hogy mi az álmod? Ezzel kapcsolatban van-e olyan konkrét könyv, amit nagyon szeretnél lefordítani, és azon tud eljutni japán, gondolom az is egy álom. Van-e ilyen konkrét álom? Verseket szívesen fordítani. Verseket. Van egy-két olyan szerző, akiket én kezdtem magyarra fordítani, és ezt szívesen folytatnám. Most igazából kaptam is egy rövid ösztöndíjat erre, ami sajnos nem nagyon elég túlságos, hogy valódi eredmények szülessenek, de azért valamit fordítani fogunk. Alapvetően az tök jó lenne, hogyha ezeket a szerzőket egy picit, tehát azt a fajta modern japán költészetet, ami még mindig tökre japán, és nagyon, nagyon saját, és nagyon izgalmas, azt egy picit be lehetne hozni Magyarországra, és meg lehetne ismertetni a magyar olvasóközönséggel. Hát én hosszú távon arra tippelnénk, ez vagy egy-két szerző, vagy mondjuk egy antológia, esetleg ideális esetben mind a kettő. És akkor az itt tök jól el lehetne kezdeni, szerintem. Ha már ösztöndíj, akkor ezen a ponton muszáj behoznom, hogy a műsorunk támogatója a Mastercard, az alkotótárs ösztöndíj, és kíváncsi vagyok, hogy egy szerző mit gondol arról, még hogyha neked így nincs is közöd ehhez a díjhoz, hogy mekkora lehetőség az, hogyha mondjuk egy ilyen ösztöndíjban pénzt kap egy alkotó, és utána tud gyakorlatilag a kötetén dolgozni. Kíváncsi vagyok, hogy te mennyire tartod fontosnak ezt a fajta tehetséggondozást? Hát annyiban hadd dicsekedjek, hogy azért van közöm ehhez a díjhoz, hogy annak idején a Mastercard-osokkal, amikor egyszer leültünk ötletelni, ezt mi javasoltuk, hogy legyen. Konkrétan a Závadával. Jó, ezt nem is tudtam. És pont azért, mert szerintem ez a legfontosabb. Tehát ugye alapvetően az a baj, hogy nagyon, nagyon nehéz pályakezdő szerzőnek lenni szerintem, és jellemzően az volt mindig a probléma ezzel kapcsolatban, hogy hát én sok az eszkimó, kevés a fóka nagyjából, tehát hogy nem tudom, mindig volt ilyen 10 ösztöndíjas hely valamire, és akkor jelentkeztek rá, nem tudom, 70-en. És ez a baj, hogy ebből szerintem nyilván mindig van egy pár, akik ilyen problémások, de hogy hát nyilván abból 50-en megérdemelnénk. És hát szerintem, hogyha van valakinek ilyen lehetősége, hogy ezeket a támogatásokat, tehát az Erzsébetváros irodalmi ösztöndíjat is, ez is én javasoltam, de most már abban hagyom a dicsekvést, tehát hogy ezeket én javasoltam, hogy legyenek, hogy támogassák az irodalmat. Mert hogy, szóval, hogy ez a legtöbb. Ez a legtöbb. Én szoktam, hogy ezt mondogatom mindig, hogy vegyék meg az emberek a könyveket, és olvassák el, vagy foglalkozzanak fiatal szerzőkkel, fiatal költőkkel, és vásárolják meg a köteteiket, de hát a magyar könyvkiadás az eleve nem úgy működik feltétlenül. Ugye szerintem erről beszéltünk a podcastben, igen. Hogy akár egy, nem tudom, egy 20 éves szerző kötete, az akárhány példányban fogy, az neki nagyon jó lenne. Úgyhogy szerintem az ilyen ösztöndíjak, azok létfontosságúak. Úgyhogy nagyon jó, szerintem borzasztóan fontos, hogy a Mastercard ezt megcsinálta, és tök jó fejek voltak egyáltalán, annyira nyitottak voltak. Úgyhogy nagyon örülök. Meg ez tök jó, hogy ez egy szakmai dolog, tehát hogy egy csomószor ilyen fura beidegződések vannak szerintem ezzel kapcsolatban, és itt nincs. Tehát nincs semmilyen, ez nem egy shady business. Tudom, uh-huh. Itt van egy szakmai bizottság, az hoz egy szakmai döntést, tökéletes. Szerintem nagyon jó. Ha már alkotás, akkor te egyébként hogy alkotsz? Mert ugye vannak azok, akik ugye minden nap le kell ülni a fehér papír elé, vagy a gép elé, és nem tudom, 2 órát azért megpróbálni,
vagy van-e olyan időszak, amikor szoktál, vagy ez teljesen szakaszos, hogy szoktál írni, meg dolgozni, meg alkotni? Hát ez attól is függ, hogy éppen mivel kell foglalkozzak, mennyit kell vele foglalkozzak, van-e valami ötletem, van-e valami határidőm, van-e valami projekt, amin dolgozom. Igen, akkor ide kívánkozik, hogy sok mindent csinálsz. Tehát azon túl, hogy mondjuk közben az egyetemet is végzed, akkor valamikor mondjuk kaptok egy ilyen felkérés, hogy a Lana Del Rey verseket folytani kell, akkor sajátod az a legutolsó az éjszaka a konyhában. Igen, de most például most azt mondod, hogy akarsz szünetet tartani, vagy hát nem kell minden évben ilyen kötetet kihozni, gondolom? Nem, pár Isten, ez egy kicsit erős lenne. Nem, de készülök egyébként az új kötettel, és szerintem nem is állok vele rosszul. De hát az általában azért mindig, tehát maradva a verseknél, ami nem ilyen penzum, amit le kell adni, azért, hogy mondjam, tehát az mindig egy ilyen érzékeny munkafolyamat, hogy mi az, amit így érdemes, nem érdemes. Most egyébként pont a tök jó beépült ebbe a munkafolyamatba a Patreon, amire nem is számítottam, hogy ez ennyire fog működni, hogy mindig, amikor kész vagyok az első, szerintem már tényleg kész verzióval, és nem csak ilyen izévázatos, akkor mindig felteszem Patreonra, és aztán utána mindig vannak ilyen felolvasások, és ezeket elkezdem így valami javítgatással, amit mindig elkezdem felolvasni ott. És ez a felolvasás, ez egy iszonyú jó teszt. Tehát egy csomó olyan szöveg volt, amit így megírtam, kikerült, felolvastam, és rájöttem, hogy na, itt nem működik, és itt nem működik, és ez is rossz. És akkor fogtam, és újraírtam az egészet. Egy tök gyors visszacsatolás akkor ezek szerint, vagy egy jó megjelenési forma? Furcsa módon, még csak nem is a visszacsatolás, tehát az is tök fontos persze, hogy érezzem, hogy akkor ezt most szeretik, nem szeretik, valakinek ez így jobban bejött, vagy kevésbé. Inkább nem tudom, az, hogy felolvasva, én hol érzem azt, hogy itt most döccen, ez most itt túl bonyolult lett, hogy érzem a figyelmet, és azt is érzem, hogy itt mennyire tud ez a figyelem működni ezzel a szöveggel, ez a szöveg mennyire tud átmenni oda. És jól megy a patronozás? Ugye fél évvel ezelőtt beszéltünk, és erről, és ott lehetett fél év, akkor 20 előfizetős volt, remélem, most a jóval több van. De hogy tényleg bejött egyébként, meg mennyi energiát veszel, vagy mennyi időt veszel? Ezek szerint van pozitív hozadéka? Van, abszolút, persze, működik, persze, hát most már jóval többen vannak, mint 20, nem nagyon sokkal többen, de azért többen. Szerintem tényleg beépült így a mindennapjaimba az, hogy ezzel foglalkozzak, és beépült abban a munkafolyamatba is, az írásba. Ez egy ilyen safe space. De nem a safe space, hanem ugye, nem tudom, én azt írtam nekik most, hogy ez a titkos kert. Tehát tök jó, mert ilyen szinten én nyilván tényleg mindig van, mivel foglalkozni kell, dolgozni kell, intézni kell, ezek a realitás az mindig uralja az életünket. De hát ez meg egy olyan tér, ahol meg a verse fontos, a izéje fontos, mindig írok izéket, könyvajánlót, zeneajánlót, hozom az új verseket, nem tudom, tudod. És akkor ez kicsit olyan, mint hogyha nekem ez a legfontosabb a világon, de hogy az olyan, tehát akkor ez egy joggal fontos valami. Úgyhogy ebből a szempontból ezt én nagyon-nagyon, hát a más szempontból is, de amúgy ebből a szempontból nagyon megszerettem, hogy tök jó, meg elég jó közösség lett ott szerintem, így lehet velük beszélgetni, akkor néha kérdezek tőlük dolgokat. Úgyhogy szerintem ez egy jó cucc. Három könyv, ugye, aminek története van, és tekintetjük akkor ezt elsőnek, mint gyerekkori élmények. A polcot, mint második, mint japán, és akkor mi a harmadik? Szóval van nagyon sok dedikált könyvem különböző szerzőktől, azokon gondolkodtam, hogy azokból mutatni. Melyik a legkedvesebb dedikáltad akkor? Meg mit jelent számodra az, hogy dedikált egy kötet? Én azért egy adott százalékban még mindig abszolút olvasó vagyok, és ilyen tudok teljesen rajongó olvasó lenni. És sőt, igazából néha szeretek is, mert közben meg az agyamban működő mechanizmusok, azok meg egy csomószor az olvasás élményt, azt így nagyon lefolytják meg, elkapcsolják. Tehát, hogy mindig az van, hogy na, ezt hogy írta meg? Na. Aha, igen, is. Erre mondják, hogy professzionális olvasások, szerintem ez egy kicsit ezért hangzik, túlzóan hangzik, de amikor ki tudok kapcsolni, szerintem az a legjobb. Nem tudom, hát ott van az Eszterházi, a Kertész, azok dedikáltak. Az Eszterházit azt én dedikáltattam, a Hasnyálmirigy naplót.
az utolsó Eszterházi dedikálásom kint a könyvhéten pont, és ez borzasztóan meg is. Ez összintén szóval nem, ez nagyon kevés Eszterházi, amit nem olvastam, de ezt nem tudtam végigolvasni még. Ugyanígy van egy Kántor Péterem, ezt a Pétertől kaptam, én nagyon szerettem a Kántort, és egy időben nagyon jóba voltunk, és szegény ő is meghalt, és még pont amikor már nagyon, nagyon beteg volt, de még tudtunk egy kicsit kommunikálni, akkor így ráírtam, megkérdeztem, hogy hogy van. És nagyon kedves volt, ezt akkor küldte nekem, mondtam, hogy mert ez ott van fönn a Mentafű című kötete, és mondtam, hogy Péter, nem hiszed el, de nem talán, mert ez egy nagyon-nagyon jó könyv, ez a korai gyűjteményes kötete, a Mentafű, én nagyon szeretem, és egy ilyen nagyon izgalmas és felszabadító verses kötet. És írtam neki, hogy Péter, ne haragudj, nem találom a Mentafűt, hol mi a fenét csinálják, és azt mondta, hogy ne aggódj, küldök neked egyet a... Azt nem is tudom, hogy szerintem a Vali küldött nekem egyet, konkrétan a feleség. És milyen szépet is írt bele? Igen, ez a kedvenc Kántor versem. Úgyhogy ezeket én nagyon, nagyon fontosnak tartom, nagyon szeretem. Van, hát itt még ezeket, ez mit tudom, ez egy kormos dedikáció, azt vettem, ez a Ove Kenzaburo, ez a második Nobel-díjas japán író, ezt ajándékba kaptam, ez is egy dedikáció egyébként. Ez valaki már úgy vette, hogy ezt dedikál, futballázadás. Igen. Futballázadás, igen. Wow. Úgyhogy, de valami Balázsnak van dedikálva. Ja. És nem tudom nem észrevenni, hogy van Exlibrised. Kicsit igen. Visszafogott, igazából csak a nevednek. Ugye? Úgy igen, van, igen, hogy a neved. Igen, csak aláírod. És a, nem a, maga, ez minek az a nevem is, a nevem maga az Exlibrised, ja, ja, ja. Az aláírás. Jaj, nem írod már oda te kézzel, hanem meg ez az Exlibrised egy az egyben. Mert hogy híres vagy arra, hogy elég olvashatatlan az aláírás. Először, amikor dedikáltad nekem a polaroidokat, vagy valamelyiket, mondom, hát félfogalmas, hogy mit írtál veled, de nagyon köszönöm. De aztán megfejtetted nekem, és ezért most már tudom. De egyébként még, hogyha egy könyvet ajánlhatok, amit én nagyon-nagyon szerettem, és szerintem többet kell vele foglalkozni, vagy többet érdemes ajánlanám például most, hogy úgyis nem tudom, mikor kerülünk adásba, de ez... Pár héten belül. Figyelj, ez egy nagyon-nagyon jó nyári olvasmány, szerintem még biztos van belőle. Milyen jó a borítója. Igen, imádom. Trükkös Tigris Trió. Na, mesélj! Ez egy legendás kubai regény, ez a Guillermo Cabrera Infante nevű csávó, ez egy ilyen kult szerző lett. Talán ezzel, talán így az idők során, és aztán nem tudom, valamikor közelmúltban halt meg. Ez egy akkora élmény volt nekem. Ezt nyaralásra vittem el pont magammal, és egy csodálat, és a Kutasi Mercedes fordította, nagyon-nagyon jó a fordítás. Ilyen lényegében arról szól, hogy emberek ilyen kocsmákban ülnek, jazzt hallgatnak és isznak, és nem tudom, és mindenki szerelmes, és mindenki deprimált, és mindenki szomorú, és... Mesélik az életüket egymásnak, de jó. És így ide-oda szaladgálnak, és nem tudom. És az egésznek van egy ilyen, van benne abszolút egy ilyen nagyon izgalmas vonal, hogy így szétesik egy csomószor a szöveg, hogy vannak ilyen izék. Hát, mert hogy ugye... részegek. De jó. Meg mindenfélét fogyasztanak. És az konkrétan egy pálmalevél, igen, mert ezt a nyaraláson olvastam. Oh. Úgyhogy... És hol voltatok? Honnan van ez a kis pálmalevél? Fú, te, ez szerintem Spanyolországból valahonnan. Ez jó emlék így. Igen. Amúgy látom, hogy mindig könyvjelzőt random használsz dolgokat. Igen, abszolút. Nem vagy az a szép könyvjelző típus, hanem valami. Nem, sose értettem. Nem mindig az imidzsethez. Jó, akkor ezt olvassuk el nyáron, ezt nagyon, ajánlod. Nagyon nagy könyv, ezt ajánlom szeretettel tényleg. És még egy dolgot tegyél meg a kedvemért, hogy rengeteg csodálatos verseskötetről meg szerzőről beszéltünk, de hogy azért olvasol olykor-olykor regényeket is. Múltkor, amikor pont a podcast után mentetek nyaralni, akkor mondtad, hogy egy csomót felhalmoztál, és majd még kiválasztod, hogy melyikeket olvasod ezek közül el, hogy ajánl már az utóbbi időből egy olyan regényt, ha olvastál, fikciót, ami valamiért megszólított, hogy legyen még egy ilyen azoknak, akik a regényeket szeretik, kedvezzünk. Vagy ha nem az utóbbi időben, de akár egy olyan nagy olvasmányélmény, ami regény is nagyon szeret. Aha. A Viski Andrásnak a kitelepítését. Most kapott Artisius díjat, ha minden igaz érte. Igen, szerintem teljes joggal. Igen. Akkor mesélj arról. Valamint nem tudom, a kötetet megtaláljuk-e valahol, mert lehet, azt, hogy... De azt, ezt a... Igen, tehát azt viszont... tehát ez
A Réka olvasta és imádta, és ezt fogom olvasni nyaraláson. Ja, azt fogod olvasni, azt fogom nyaralás, ott van igen, egyébként. Igen, tehát hogy összeszedtem azokat a verseskötéket, amiket mutogattam neked kint. És szerintem ezt fogom meg, szóval még a rájöttem, hogy nem olvastam a Vesztegzár a Grand Hotelbent. Hát ha tudtam volna, hozok most ezt ki. De tényleg nem olvastad? Nem, azt tényleg nem, de ezek ilyen régi ízek, és akkor ezt kitaláltam, hogy én miket fogok olvasni nyaraláson. És ez így gyűlik. De remélem, hogy tavaly tulajdonképpen mindent végigolvastam, amit vittem. Vittem a Neuromancer-t, meg azt az új Murakami novellás kötetet, meg a... Nem is tudom, mit olvastam még tovább. Még egy pár, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 könyvet vittem magammal. Szóval ez most már ilyen izé lett, ilyen szertartásos lent. Tehát kimondottan készülök rá, hogy ezeket a könyveket direkt félreteszem, ezek a könyvek ott vannak. Hát ugye ott mondom, azt most nem fogom idehozni, de külön más stózban vannak a könyvek, ezt én el fogom itt tenni a táskába, és addig is nyitom direkt, amíg nem vagyok ott. Úgyhogy ezzel készülök. És befér a bőröndbe, vagy nem repülővel mentek? Hát ez olyan kisbőröndös verzió, és akkor belegyem a szőlőm. Ezek azért nem nagy könyvek egyik sem. Tehát, hogy hát meg inkább könyv legyen benne, mint ruha, gondolom, egy nyaraláson. Hát meg, igen, meg olyan általában azért ilyen nagyon nomád nyaralásokat szoktunk csinálni, tehát hogy van, mit tudom én, 2 színes ink, meg egy fehér ink, plusz fehér nemük, tehát hogy ez általában egy eléggé... Pont elég egy nyaralásra. Abszolút. Na jó, Marci, nagyon hálás vagyok, hogy beengedtél minket ebbe az intim térbe. Figyelj, köszönöm, hogy szerintem nagyon inspiráló volt, ezt biztos elolvasom, és azért tök sok olyan dologról beszéltünk, amiről szerintem nem szokott szó esni, úgyhogy hálás vagyok érte. Köszönöm szépen, még szétnézek egy picit. Egészen nyugodtan. Köszönöm a lehetőséget. Mehetünk? Húzd ki magad, jó lesz? Én is behúzom, mert húzom mindketten, de nehéz lesz egy óráig. Ha tetszett a beszélgetés, lájkoljátok a videót, és nyugodtan kommenteljetek is, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Extra tartalmakért kövessétek a Nincs Időm Olvasni kihívás Instagram és a Libertin Könyvesbolt Instagram és TikTok oldalát. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról sem, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. A műsor média támogatója a femcafé.hu. A műsor támogatója a Mastercard.